harmadik fejezet. Nem egészen egy évszázaddal azután, hogy Kágó megérkezik a földre, Traut regénye szerint az egykor nyugodalmas, nedves életadó kékezzöld bolygón minden életforma pusztulóban van, vagy már el is pusztult. Mindenütt ott állnak azoknak a nagy bogaraknak a fémhéjai, amelyeket az emberek készítettek és bálványoztak. Autók. Az autók pusztítottak ki mindent. A kiskágó sokkal hamarabb meghal, mint a bolygó, egy Detroiti kocsmában akar előadást tartani az autó veszedelmeiről, de olyan aprócska, hogy senki sem figyel rá. Egy pillanatra leheveredik pihenni, és egy részeg autógyári munkás gyufának nézi. Kágó belehal abba, hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantani a pult alján. 1972 előtt Traut csak egyetlen olvasói levelet kapott. Egy különc milliómos küldte, aki egy magánnyomozó irodát bérelt föl, hogy derítsék ki, ki az a Trout, és hol található. Traut olyan nehezen volt megtalálható, hogy a keresés 18 ezer dollárba került. A rajongói levelet Kahózi alaksori lakásában kapta meg. Kézzel írták, és Trout arra a következtetése jutott, hogy az írója körülbelül 14 éves lehet. A levélben az állt, hogy a négy kerekű pest is a létező legnagyszerűbb angol nyelvű regény, és Trautnak kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Trout hangosan felolvasta a levelet a papagájának. Kezdenek jóra fordulni a dolgok, Vili, mondta. Mindig is tudtam, hallgass csak. Aztán felolvasta a levelet. A levélben egy szó sem utalt arra, hogy az írója, akit Elliot Rosewaternek hívtak, felnőtt ember és mesése jó módú. Kilgore Trout egyébként csak úgy lehetett volna az Egyesült Államok elnöke, hogy módosítják az alkotmányt. Nem az országban született. Bermuda volt a szülőhelye. Apja Leo Trout megmaradt ugyan amerikai állampolgárnak, de sok éven át Bermudán dolgozott a királyi madártani társaság alkalmazottjaként. Őrizte a világ egyetlen helyét, ahol még fészkelt a Bermuda vészmadár. Ezek a hatalmas, zöldes színű tengeri madarak végül kipusztultak akárki akármit próbált is tenni ellene. Gyermekkorában Traut látta, hogy egyenként meghaltak a vészmadarak. Őt bízta meg az apja azzal a lehangoló feladattal, hogy mérje meg a tetemek szány szélességét. Ezek voltak a legnagyobb élőlények, amelyek saját erejükből repültek a bolygón. Az utolsó tetem szány távolsága volt valamennyi közül a legnagyobb, 5 méter 86 centiméter. Miután minden vészmadár kipusztult, kiderült, hogy mi ölte meg őket. Egy gomba, amely a szemüket is az agyukat támadta meg. Az emberek vitték a gombát a fészkelőhelyükre, a látszólag ártalmatlan lábgombásodás formájában. Így hát Kilgore Troutnak a sok napfény és friss levegő ellenére is nyomasztó gyermekkora volt. Nagyon valószínű, hogy borulátása, mely élete későbbi szakaszában elhatalmasodott rajta, tönkretette három házasságát és egyetlen fiát, Leót, 14 éves korában előzte otthonról, az oszlásnak indult madara keserédes szagú hústömegében gyökerezett. A rajongó levél nagyon megkésett. Nem okozott örömöt. Kilgort Róta magánéletébe történő beavatkozásnak tekintette. Rosewater azt ígérte a levélben, hogy híressé teszi trautot. Troutnak, aki csak a papagája hallott, ennyi mondani valója volt a dologról. Mit nyúlkál ez a testzsákomba? A testzsák nagy műanyag csomagoló eszköz volt frissen leölt amerikai katonák számára. Új találmánynak számított. Nem tudom, ki találta ki a testzsákot, azt viszont tudom, hogy ki találta ki Kilgore Troutot. Én. Rendetlen fogsort csináltam neki. Adtam neki hajat, de megőszítettem. Nem hagytam, hogy fésülködjön vagy fodrászhoz járjon. Hosszúra és bozontosra növesztettem a haját. Ugyanolyan lábat adtam neki, mint amilyet a világ mindenség teremtője adott az apámnak, amikor az apám szánalmas öregember lett. Sápat fehér pipaszárláb volt, szörtelen és visszerek fantasztikus rajzolatai ékesítette. Két hónappal azután, hogy Trout megkapta az első rajongó levelét, találtattam vele a levélszekrényben egy meghívást, amelyben fölkérték, hogy tartson előadást egy középnyugat amerikai művészeti fesztiválon. A meghívást a fesztivál elnöke Fred T. Berry küldte tiszteletteljesen, szinte áhítattal írt Kilgore Troutnak, esdekelve kérte, hogy meghívott hírességként emelje az ötnapos fesztivál fényét, melyel a Mildred Berry művészeti központot fogják felavatni Midland city -ben. A levél nem tett említést arról, hogy Mildred Berry a fesztivál elnökének Midland City leggazdagabb emberének néhai anyja volt. Freddy Berry pénzéből épült föl az új művészeti központ, egy oszlopokon álló áttetsző gömb. Ablaka nem volt. Esténként, amikor belülről kivilágították, úgy festett, mint a fölkelő telihold szeptember végén. Fred Tiberi mellesleg pontosan egykorú volt traut -tal. Ugyanazon a napon születtek, de egy cseppet sem hasonlítottak egymásra. Fred Tiberi már nem is látszott fehér embernek, pedig tiszta angol vér folyt az ereiben. Ahogy egyre öregebb és egyre boldogabb lett, és mindenütt kihult a szörzete, egyre inkább úgy festett, mint egy örömmámorban úszó öreg kínai. Annyira kínainak látszott, hogy rákapott a kínaias öltözködésre. Az igazi kínaiak gyakran azt hitték róla, hogy igazi kínai. T. Berry bevallotta a levelében, hogy nem olvasta Kilgore Trout műveit, ám szíves örömest megteszi még a fesztivál kezdete előtt. Önt igen nagyra becsüli Eliot Rosewater írta, aki biztosított arról, hogy ön alig, hanem a legnagyobb élő amerikai regényíró, ennél nagyobb dicséretet nem tudok elképzelni. A levélhez hozzá volt tűzve egy ezer dolláros csekk. Fred Tiberi elmagyarázta, hogy ez fedezi Trout úti költségét és tiszteletdíját. díját. Sok pénz volt. Trout hirtelen mesésen jó módú lett. Elmondom, hogyan kapta a meghívást. Freddie Berry fő attrakcióként egy mesésen értékes olajfestményt szeretett volna kiállítani a Midland City művészeti fesztiválon. Akármilyen gazdag volt, nem engedhette meg magának, hogy vegyen egyet, így hát körülnézett, honnan kölcsönözhetne. Az első ember, aki ez elment, Eliot Rózóter volt. Eliot volt egy legalább három millió dollárt érő El Greco képe. Azt mondta, a fesztivál egy feltétellel kaphatja meg a képet, ha meghívja előadónak a legnagyobb élő angol nyelvű írót, aki nem más, mint Kilgore Trout. Trout jót nevetett a hízelgő meghíváson, utána azonban félelem fogta el. Már megint egy idegen nyúlkál a testzsákjába. Ignek emel tekintettel elgyötörten tette föl a kérdést papagájának. Miért ez a hirtelen érdeklődés Kilgort Road iránt? Újra elolvasta a levelet. Nem elég, hogy Kilgort Road kell nekik, mondta, hanem smokingban kell nekik, Vili, itt valami tévedés történt. Vállat vont. Talán azért hívtak meg, mert tudják, hogy van smokingom, mondta. Valóban a birtokában volt egy smoking egy hajókofferban lapult, melyet Trout lakásról lakásra cipelt magával több mint negyven éven át. A gyermekkori játékszerei voltak benne, egy vészmadár csontjai és számos egyéb érdekesség közöttük a smoking, amelyet a felsősök báján viselt közvetlenül azelőtt, hogy 1924-ben leérettségizett az Ohio állambeli Dayton város Thomas Jeffersonról elnevezett középiskolájában. Trout Bermudán született és ott járt elemi iskolába, de aztán a családja átköltözött Daytonba. A középiskolát egy rabszolgatartóról nevezték el, aki egyúttal a világ egyik legnagyobb teoretikusa volt az emberi szabadságot illetően. Trout előszette a smokingot a kofferből és fölvette. Nagyon hasonlított arra a smokingra, amelyet egyszer az apám vett föl a szemem láttára, amikor már nagyon-nagyon öreg volt. Zöldes, penész réteg borította. A burjánzó penész helyenként puha nyúlprémre emlékeztetett. Esténként ez nagyon jó lesz, mondta Trout. Hanem, Vili, mondd csak, mit vesz föl az ember Midland city októberben naplemente előtt? Fölhúzta a nadrágját, hogy kilátszott bizarrul cicomás lábszára. Bermuda sortot és hosszú zoknit. Mi, Vili? <laughs> Végül is bermudai vagyok? Vizes rongyal letörölgette a smokingot. Könnyen lejött róla a penész. Nem szívesen teszem, Vili, mondta, ahogy megölte a penész gombákat. A gombáknak ugyan annyi joguk van az élethez, mint nekem. Ők tudják, mit akarnak, Vili. Én, ha agyonütnek, se tudom már. Aztán elgondolkodott, hogy vajon mit akarhat Vili. Könnyű volt kitalálni. Vili, mondta Trout, én annyira szeretlek, és olyan nagy kutya vagyok a világ mindenségben, hogy most teljesítem három kívánságodat. Ezzel kinyitotta a kalitka ajtaját. Erre Vili ezer év alatt sem lett volna képes. Vili kiröppent, és leült az ablak párkányra. Kis vállát nekivetette az üvegnek. Csak egyetlen üvegréteg volt Vili és a végtelen levegő ég között. No, a Traut alumínium ablaktáblák felszerelésével foglalkozott, a saját ablaka nem ilyen volt. Most teljesül a második kívánságod, Mondta Trout, és ismét olyasmit tett, amit Willy sohasem tudott volna megtenni. Kinyitotta az ablakot. Az ablaknyitás azonban olyan ijesztő volt a papagáj számára, hogy visszaröpült a kalitkához és beszökkent. Trout becsukta a kalitka ajtaját és bezárta. Ez volt a legértelmesebb felhasználása a három kívánságnak, amiről valaha is hallottam, mondta a madárnak biztosítottad, hogy legyen ezután is olyasmi, amit érdemes kívánnod, hogy kiuss a kalitkából. Trout rájött az összefüggésre az egyszál rajongói levél és a meghívás között, de nem tudta elhinni, hogy Elliot Rosewater felnőtt ember. Magának kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Vili, mondta bizonytalanul Trout, ezt a bulit valami Rosewater nevű kamasz szervezte nekem a szülei biztos jó barátai a művészeti fesztivál elnökének, és arra felé semmit sem tudnak a könyvekről. Úgyhogy, amikor a fiú azt mondta, zseni vagyok, elhitték neki. Trout megrázta a fejét. Nem megyek el, Vili. Nem akarom itt hagyni a kalitkámat. Több eszem van annál. De még ha itt akarnám is hagyni, akkor sem mennék el Midland Citybe, hogy nevetségessé tegyem magam. És az egyetlen rajongómat. Trout ennyiben hagyta a dolgot. De időnként újra elolvasta a meghívást, amíg már kívülről tudta. Aztán a szemébe ötlött a levél egy rejtettebb üzenete. A fejlécen volt, ahol két maszkrajza látszott, a komédia és a tragédia ábrázolásának szándékával. Azok ott csak mosolygókat akarnak, mondta Trout a papagájnak. Sikertelen nyomorultak, mellőzik a jelentkezést. De az agya nem hagyta nyugodni támadt egy gondolata, amelyet igen pikásnak talált, de talán pontosan arra van szükségük, hogy lássanak egy sikertelen nyomorultat. Aztán energikusan tenni-venni kezdett. Vili, vili kém, mondta, ide hallgas, itt hagyom a kalitkát, de visszajövök. Elmegyek oda, és olyat mutatok nekik, amit még nem láttak művészeti fesztiválon. Egyet a sok ezer művész közül, akik egész életüket az igazság és szépség keresésének szentelték és kutyagomit se találtak. Trót végül elfogadta a meghívást. Két nappal a fesztivál kezdete előtt az emeleten lakó szállás adónője gondjaira bízta Willit, és autóstoppal New Yorkba utazott. 500 dollárt biztosító tűvel az alsó nadrágja belsejébe tűzött. A többi pénzt berakta a bankba. Azért ment először New Yorkba, mert remélte, hogy az ottani pornóboltokban megtalálja néhány könyvét. Otthon nem voltak példányai, Megvette azokat a könyveket, de most felhangon föl akart olvasni belőlük Midland City-ben, illusztrálandó egy tragédiát, mely ugyanakkor nevetséges is. Úgy tervezte, elmondja majd azoknak az embereknek, mit szeretne a sírkövére iratni. Íme, ezt szerette volna. Valaki, valamettől valameddig, megpróbálta.